Sok esetben a magyar-szerb határra épített kerítés sem állítja meg a migránsokat, naponta több tucat ember lép illegálisan Magyarország területére. Ennek megakadályozása érdekében határvadász század felállítása mellett döntött a kormány, ehhez toboroznak most embereket. Az ORFK minden olyan 18 és 55 év közötti nő és férfi jelentkezését várja, akik legalább érettségivel rendelkeznek és kedvet éreznek a feladathoz. Az alkalmassági követelmények tekintetében ugye meg kell felelni az egészségügyi, pszichológiai, fizikai alkalmassági vizsgálatoknak, büntetlen előéletűnek kell lenni, magyar állampolgárnak kell lenni, állandó belföldi magyar lakóhellyel kell rendelkezni, és kell egy hozzájárulás a kifogástalan életvitel ellenőrzéshez, amit az erre jogosult rendőri szervek fognak majd elvégezni. Akik megfelelnek a jelentkezési feltételeknek, azok részt vehetnek a 6 hónapos kiképzésen. Itt az elméleti tudás megszerzése mellett fizikai felkészítésen is részt fognak venni. Én úgy gondolom, hogy bármelyik átlagember meg tudja csinálni a fizikai alkalmassági vizsgálatokat. Aki sportol, annak szerintem abszolút nem okozhat problémát, hiszen alap fizikális feladatok vannak, futás, fekvőtámasz, fekvenyomás, felülés, húzockodás, helyből távolugrás, ingafutás, tehát ilyenekre kell gondolni. Egyébként megvan a választás lehetősége, egy vizsgálat kötelező a 2000 méteres futás, és amellé kell még 4 másik fizikai vizsgálatot választani. A sikeresen jelentkezők már a kiképzés első 2 hónapjában kapnak bruttó 150 ezer forintos havi fizetést, majd ezt követően már bruttó 220 ezer forint illeti meg őket. A 6 hónapos kiképzés sikeres teljesítését követően pedig azonnal munkába állnak, járőrtársként dolgoznak majd a magyar-szerb határon. A jelentkezéssel kapcsolatban minden információ megtalálható a www.polisz.hu oldalon.